sérvem, nincs ki érteni, amit mondtál. Kölcsön adva mind mi haszna kincs, amit adtál. A büntetés legyen bármi, égi hang vagy e világi, nehéz volt rád találni. Pál Dénes egy különös szerelmi háromszögbe keveredett. Az énekes új klipje forgatáson került ebbe a számára is új szituációba, ami meglehetősen erotikus és titokzatos lett. Hogy hogyan keveredett ki ebből, arról most őt kérdezzük. Jó reggelt! Jó reggelt, szia, köszönjük, hogy itt vagy. És ez egy ős bemutató. Most igen, láthatják először a nézők a klipet van, magát. Ez az első. Ugye ez egy picit a megcsalásról is szól ez a klip. Félig, mert ugye most kicsit előrevetítem a történetet, nyilván majd végignézik a közönség is, és mindenki egyébként, akinek így megmutattuk teszt közönségnek, vagy így a szűk körnek, mindig egy kicsit más láttak bele, más volt a sztori lényege. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy három szereplős maga a klip. Én itt inkább mellékszereplő vagyok, tehát nem én vagyok a fókuszban, itt egy pár van a fókuszban, ahol megérkezünk egy házba, megérkezik oda a lány, és van egy momentum a klipben, ahol a srác magát látja a tükörbe, és tulajdonképpen itt a valóság és a gondolati sík így elkülönül egymástól, és ezt mind gondolatban látjuk, tehát ez nem a valóság, amit a klipben érzékelünk, hanem egy ilyen gondolatfoszlány, amikor átsuhan 2-3 másodperc alatt valakinek a fején egy gondolat, vagy csak elmereng valamit, tulajdonképpen ennek így a tágabb kivetülését látjuk, és akkor a végén megint visszaváltunk a valóságra, és akkor érkezem én. Tehát tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy a fiú főszereplő fantáziál, és az ő gondolataiba tekintünk be kicsit. De azért jó, hogy egyébként többfajta értelmezést látnak bele azok, akik már látták, mert így az emberek is akkor majd meg fogják nézni, és baromi érdekes lenne, hogyha mondjuk a hivatalos oldalon vagy bárhol megírnák azt, hogy ők hogyan látták ennek az egésznek a végét. Nyilván kíváncsiak is, hogy például te kerültél-e már valaha ilyen helyzetbe? Hát neki ilyen helyzetbe nem kerültem. Elég fura szituáció volt, mert ugye a végén az történik ezen a gondolati síkon, hogy én megérkezem, és ott a nagy ledöbbenés. Még fura érzés volt, de ilyen még nem történt. Úgyhogy érdekes. Azért nagyon sok rajongó vesz téged körül. Biztos, hogy nehéz ezt a párkapcsolatodban menedzselni, és egy nagyon persze nagy bizalmi viszony kell azért ahhoz, főleg női részről. Hogyha van egy fellépés, vagy írnak neked a rajongók, akkor... Nem viccelj, konkrét oldalak nyíltak akkor, amikor Dénes először a tehetségkutatóban föltűnt, hogy milyen gyönyörű szemei vannak, de komolyan, de nem igen, nem csodálkozom. Hát igen, ez szerintem egyébként valamennyire a szakmához hozzátartozik, hogy senki nem tudja, hogy ez mivel jár. Én azt érzem inkább, hogy rengeteg helyre, ahova ellátogatok, találkozom a közönséggel, ott mindig szeretettel fogadnak, és valaki gesztus szinten, nem tudom, megdicsér, valamit kiemel, valaki picikét ettől talán többet, vagy más. Nagyon finoman fogalmazol, és... azért biztos, hogy kaptál 1000 rajongói szerelmes levelet. Hát nyilván ilyenkor mérlegel az ember. Egyébként azt érzem, hogy amikor a legelején ugye megismert az ország, és kicsit kinyílt jobban a világ, nem is kicsit, akkor nekem ez hatalmas újdonság volt és váltás, tehát hogy én akkor így nem olyan fogtam fel ezt a dolgot, aztán idővel megtanulom kezelni. Érzem. Egyébként a klip ötlete az, hogy ez egy szerelmi háromszögről szóljon, ez a te fejedből pattant ki, tehát te akartál egy ilyen képi világot, vagy egy
egy ilyen sztorit megjeleníteni? Azt mindenképpen én szerettem volna, hogyha eltérünk egy kicsit a megszokottól, mindig azt szokták mondani, hogy váltok, holott nem, egyébként csak új oldalamat mutatom meg, és ez is egy új, ez is kicsit kilép a megszokott, nem azt mondom, hogy komfortzónából, mert ez is komfortos, csak más téren. Igazából itt a magának a dalnak a szerzőjével, Szakos Krisztián, egyébként aki a szöveget is írta, illetve a klip rendezőjével, Zoller Bencével így hárman alkottuk meg a történetet, az, hogy körülbelül milyen világa legyen, milyen hangulatú, kicsikét egyébként ilyen krimis a beütése a klipnek, kicsikét ilyen kopottas, tehát ez is kicsikét még így megtámogatja magát a dalt. Bízom benne, nekünk legalábbis nagyon-nagyon összeilleszkedett. Nekünk ezek a képek voltak elsősorban, amik megjelentek a dallal kapcsolatban, és hát bízom benne egyébként, hogy jó fogadtatásra talán majd a közösség. Szerintem mindenképpen, mi is néztük volna még tovább, csak ugye idő miatt felénél el kellett vágnunk. Én közben kikipillantok egyébként, de mi is nézzük a klipet, hogy azt mondod, hogy egy újabb oldaladat mutatod meg, ez a kicsit ilyen bőrkesztyűs, ügynökös, sötét ruhás dolog sem áll, ezek szerint távol tőled. Én inkább úgy mondanám, hogy szerintem a színészek is azoknak a szerepeknek örülnek a legjobban, ahol egy picikét magukból kiléphetnek, és ezt az énemet az anyja nem látták, nyilván nem én vagyok a bőrkesztyűs, kicsit kémes, kicsit rejtélyes alak, de mindenképpen egy izgalmas forgatás volt, mert ilyen karakterben azért ritkán láthatom magamat is, illetve a közönség is, és jó volt kipróbálni. Úgyhogy mindenképpen ilyen izgalmas dolog volt. Kíváncsiak vagyunk a klip végére. Köszönjük szépen, Dénes. Köszönöm szépen én is.